Mi ez a nap a futballklub életében? Hogyan írná le? Hát a mai nap, ugye, amikor a hivatalos sajtájákoztatban bejelentettük azt, hogy, a, hogy a, elkészült a stadion első fázisa. A igazi ünnep a szombaton lesz, amikor az első meccset fog játszani a itt. Egy első fázisban vagyunk, megcsináltuk azt, amit ígértünk, azt, hogy a stadion 6900 férőhelyes új része kész lesz. Ebben az évben, november közepén az sikerült megvalósítani, rekordidő alatt, ugye 5 hónap alatt és hát ez történt eddig, és remélem, hogy akik eljönnek szombaton a meccs, az látják, hogy milyen gyönyörű épületet építettünk itt fel együtt a tervezőkkel és a kivitelezővel. Mennyi fiatalnak ad ez majd helyet, hogy ö, új sportolási lehetőséget ez az egész futballklub? Hát a mai Klub mondjuk ma, ma már 2007 óta dolgozunk fiatalokkal, most 260 fiatalokkal dolgozunk, már le, volt lehetőség megnézni az akadémiát, és ott már hat pályát készítettünk el, tehát akadémia és egy impozáns épület komplexum ma már, és hát ott is folytatjuk az építkezést a következő évben. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy a, azok a tehetséges gyerekek, akik itt fociznak nálunk, azok már érzik azt a munkát, amit az edzők is elvégeznek velük, mert ugye az edző továbbképzést is folytatunk közben, és próbáljuk megnövelni azt a munkát, az, annak a munkák az intenzitását, amivel dolgozunk a fiatalok. Akkor azt gondolom, hogy egy igazi nagy klubot próbálunk képíteni, és hát szisztematikusan dolgozunk ezen. Egy ekkora akadémia nem létezik ma az országban, tehát ilyen infrastruktúrával senki nem rendelkezik. Ami a, a stadiont stadion illeti, hogy azt el kell mondani, az, hogy az állami támogatás az nagyon alacsony volt, 2,4 millió, tehát a többit azt mind kommersz alapon szereztük be, tehát magántőkéből és a banki hitelből fogjuk építeni a, 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 a stadion további részeit, ami azt jelenti, hogy az egyedül, mert eddig még új stadion mindenki állami pénzből épített, tehát teljértenünk ebbe, és egyediek vagyunk, de hát az a mi stadionunk lesz, nem köszönünk senkinek, sem az állam részéről, a szlovák állam részéről. Kértük, hogy emeljék meg a támogatás összegét, azt nem emelték meg, tehát akkor döntöttünk úgy, hogy megpróbáljuk mindent megcsinálni saját erőből, remélem, hogy ez sikerülni is fog. Különösen fontosnak éreztük a Dunaszerdahelyi projekt támogatása kapcsán, hogy itt van egy aréna, egy futballklub, egy akadémia, és ez a mol számára értéket jelent, és nagyon sok olyan értéket hordoz magával, amivel a mol maga is azonosul, mint ipari vállalat. Mi, mint támogatók, azzal, hogy tulajdon részt vásároltunk a, az arénánt építető cégben, ezáltal tényleg bizonyítéket adjuk, hogy hosszú távon el vagyunk kötelezve ez iránt. Az akadémia és, a, és maga, az aréna névadósága, amiről beszélünk, a MOL Akadémia és MOL aréna, az is egy hosszú távú elköteleződés. Én azt gondolom, hogy nagyon sokáig itt maradunk, remélhetőleg és remél, mindenki megelégedésére és közös sikerélményekben. Én azt gondolom, hogy ez, ez ma már nem meglepő, hogy egy futballklubnak, az arénájának van egy névadó szponzora, egy olyan cég, amelyiknek nagyon fontos az a régió és nagyon fontos az a terület és az a közösség milyen munkátok előzték meg a tervezési munkálatokat, illetve magának a tervnek az elkészültét? Előírásokat a Szlovák Fotball az UEFA, a FIFA előírásait kellett átnézni, és természetesen nagyon sok most nemrég felépült stadionokat kellett meglátogatnunk, nem hogy kellett, hanem, hanem szintén szívesen látogattuk meg Németországban, Szlovéniában, Horvátországban, Magyarországon. A tulajdonképpen ez rekordgyorsasággal fél év alatt elkészült ez a része a stadionnak. Minek köszönhető, hogy ilyen gyorsan sikerült ezt összehozni? Merem állítani, nap mint nap itt voltam az építkezésen, hogy az emberek, akik itt dolgoztak, a szívüket, szint az szívüket tették belé, és örömmel dolgoztak, öröm volt ide járni, és ha valamit örömből csinál az ember, akkor talán kétszer olyan gyorsabban is megy, meg, meg ügyesebben. A most szombati meccs előtt izgul? Igen, igen, izgulok, persze természetesen, izgulok. Örülök, mert, mert valójában dazdruckerek vagyunk, az egész család, mindenki. Valójában a tervezőtímben is majdnem mindenki aki aki helyi. Évek óta járok meccsre. Tehát egyik oldal most úgy izgulok, hogy nyerjünk, az az egyik, a másik az, hogy az épület, a stadion ez a része jósüljön el.